az érteni az életet, köszönöm szépen, az érteni az életet című sorozatunkban haladunk tovább, és még mindig Jób könyvét tanulmányozzuk, de a sátán személyére vonatkozóan egy kis kitekintést teszünk most, és ezúttal Isten tiszteletünknek az alap igéjét, azt a Jelenések könyvéből fogjuk olvasni. Így olvassuk Isten igéjét a Jelenések könyve 12. fejezetéből, a 7. verstől kezdve. Ezután háború támadt a mennyben. Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt, de nem tudott felkerekedni, és nem maradt többé számukra hely a mennyben. És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget, levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben. Most jött el az üdvösség, Istenünk ereje és királyi uralma, és az ő Krisztusának hatalma, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Legyőzték őt a bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket, mint halálig. Idáig az ige. Imádkozzunk. Atyánk, legyen áldott a te neved a kijelentésért. Köszönjük, hogy olyan Isten vagy, aki nem hagysz magunkra bennünket itt a bukott földön. Köszönjük, hogy hatalmas és féltő szeretettel szeretsz bennünket. És köszönjük, hogy ezt a szeretetet ezt egyre jobban és jobban megtapasztaljuk. És köszönjük, hogy minden egyes Isten tisztelettel közelebb vonsz magadhoz, amikor megajándékozol a te igéddel. Kérünk, hogy ma is engedd meg, hogy jó földbe hújjon a te üzeneted a szíveinkben. És engedd meg, hogy a gyümölcsöt teremjen a te megismerésedben. Szeretnénk téged úgy ismerni, és olyannak ismerni, amilyen te valójában vagy. És szeretnénk, Jézus, hirdetni a te nagyságodat, fenségedet, szeretetedet, hogy eljöttél értünk, hogy megments bennünket, és hazavigyél minket az örökké való királyságba. Így fogadd a mi hálánkat, és ajándékozz meg mennyből jövő üzenettel. Amen. Foglaljunk helyet. Bízom benne, hogy múlt héten akár otthon, családi körben, akár házi csoportos körben, vagy barátaitokkal jó beszélgetéseitek voltak többek között a múlt heti Isten tiszteletről is. Egy olyan témába vágtunk bele, ami azt gondolom, hogy nagyon sokunkat érdekel, és jó, hogy érdekel, mert ha tisztában vagyunk azzal, hogy kicsoda a sátán, hogy mire képes, és ennek következményeképpen mire nem képes, hogyha tudjuk azt, hogy ki ő, mi a szándéka, hogyha tudjuk azt, hogy most jelenleg mire képes az életünkben, és milyen viszonyban van ő Istennel, akkor az sok mindent jó irányba és jó mederbe terelhet az életünkbe. Nem fogunk félni olyan dolgoktól, ami miatt nincs értelme félni, és tisztában leszünk olyan kérdésekkel, amiben viszont érdemes odafigyelni, hogy Isten milyen határokat jelölt ki a számunkra. A múlt heti alkalmon elmondtam, hogy a sátán eredeti funkcióját tekintve azt mondhatjuk, hogy olyan volt, mint a menny és az egész teremtett univerzum főügyésze. Mert hogy minden államban szükség van olyanokra, akik biztosítják az állam jogos és igazságos működését. És a sátánra ezt a szerepet bízta Isten. És olyan képekben beszél róla a Biblia, amelyek a legmagasabb méltóságot engedik meg, hogy a sátánnak
erre következtessünk, hogy a sátán személyének olyan hatalmas méltósága volt a mennyben, amihez hasonló egyetlen más teremtménynek sem. És aztán olvastunk Ezékiel próféta könyvéből, mégpedig a 28. fejezetből, ahol azt olvassuk, hogy bár ott voltál Éden kertjében, és tüzes kövek között járkáltál, és te voltál az arányosság pecsét gyűrűje, és Isten minden legfontosabb döntést, ami az univerzum harmóniájának a fenntartására vonatkozik, azt általad pecsételt le, te voltál a jogosságnak a garanciája, bár ilyen nagy méltóságra emelt téged Isten, bősz kufárkodásod közben megteltél erőszakkal, és álnokság lett található benned. Ezért kiűzött téged az oltalmazó kerúb a tüzes kövek közül. A mai napon arról szeretnék beszélni, hogy mi vezetett odáig, hogy a sátán fellázadt, hogy miben merült ki ez a lázadás, és hogy miért kellett őt végül kizárni a mennyből. És ennek kapcsán meg fogunk nézni két olyan területet, ami a sátánnal kapcsolatban ilyen ingatag lehet a keresztények fejében és elgondolásában. Jobb könyve kapcsán beszélgetünk a sátán személyéről, mert Jobb könyvének a legelején ugye bepillantottunk Isten és az ő nagy mennyei tanácsának egy tanácskozásába. És az egész diskurzusunk onnan indult, hogy hogyan kerülhet a sátán a mennybe, és hogyan lehet olyan beszélgetésben része Istennel, ami hát nem arra enged következtetni, hogy őt azonnal elfognák és börtönbe vetnék, hanem egy élő dialógusban van Istennel. A sátán mindig a szív legbensőbb motivációit akarja leleplezni. Tette ezt akkor is, amikor még ügyészként ez volt a feladata, és teszi ezt azóta is folyamatosan. És pontosan attól annyira félelmetes az ő hatalma, hogy elképesztően jól ismeri ennek a világnak a működését. Ismeri az egész univerzumnak a működését, minden jogi szabályozást, minden törvényszerűséget, ismeri azt, hogy hogyan működnek a fizika törvényei, a szellemi törvények, és folyamatosan figyeli az embert, hogy megérthesse azt, hogy hogyan működik az ember belső lelki világa. És mindezt a tudását egy pontba összegzi, egy cél érdekében használja fel, hogy elpusztítsa az embert, Isten kedvenc teremtményét. Ugye ezt olvastuk Jobb könyve első fejezetében a 9.-10. versben. A sátán így felelt az Úrnak. Megvan rá az oka, azért féli Jobb az Istent, hiszen te oltalmazod őt, a házát és mindenét, amilyet csak van. Látjátok, hogy itt a sátán, amikor Isten elkezd büszkélkedni, dicsekedni az ő egyik legkedvesebb teremtményével, Jobbal, akkor a sátán azonnal a szív legbelső motivációját kéri számon. És azt mondja, hogy hát persze, hogy Jobb fél téged, hát persze, hogy így mindenki szeretne félni téged, hogyha te oltalmazod őt és mindenét, szó szerint a héberben ez úgy hangzik, hogy te vetted őt körül, te vagy számára a kerítés. Te vagy számára a kerítés. Hát persze, hogyha te vagy neki a kerítés, és megáldod őt minden jóval, és mindenkinél gazdagabb és tekintélyesebb, hát még jó, hogy fél téged. De tedd csak rá a kezedet, és nézzük meg, hogy akkor mi fog történni. A sátán tehát mindig a szív legbelsőbb motivációit akarja leleplezni. Ebből pedig következik egy rendkívül fontos felismerés, ezt már múltkor előre bocsátottam nektek, mégpedig az, hogy a sátán nem gondolatolvasó. Ezt azért tartom fontosnak leszögezni, mert időnként keresztény fejekben ezzel kapcsolatban zavar van.
És úgy tűnik, minthogyha a világunkat a jó és a rossz nagy örökké való harca határozná meg. És ugye, mivel az emberek ezen a világon, itt a bukott földön szüntelenül keressik Istent, keressik az igazságot, ennek nyomán kialakultak téves elképzelések, ezek a más vallások. Ahogyan próbálja az ember keresni és felfogni Istent, és hogy mi az igazság, hát úgy tűnik neki, hogy van egy állandó harc jó és rossz között. Hogy a rosszban benne van a jó, de a jóban is benne van valahol a rossz. Ugye ez lenne a yin-yang elmélet, vagy vallás. A valóság azonban az, hogy Istenhez hasonló hatalom nincsen a Földön. Egyedül Isten lát bele az ember szívébe, egyedül ő tudja, hogy mi jár a fejedben most is éppen. Egyedül ő, ahogyan a Biblia fogalmaz, a szívek és a vesék vizsgálója. A szív, mint az értelem középpontja, a héber gondolkodás volt szerint, a vese pedig, ami, hogyha valami fáj nekünk a érzelmileg, akkor az ókori ember az azt mondta, hogy azt valahol itt érzem, a veseimbe. Hát innen származik az a magyar kifejezés is, hogy valaki a vesémbe lát. Ez egy bibliai eredetű kifejezés. Isten a szívek és a vesék vizsgálója, a sátán nem. Amikor kísértés történik, az nem azért történhet meg, mert a sátán látja a gondolataidat. És itt szögezzünk le még egy fontos alapelvet a sátán személyére vonatkozóan. Ő egy teremtmény. Nem képes minden helyzetben egyszerre több helyen jelen lenni. Mert mi úgy képzeljük el, hogy a sátán az már-már szinte Isten. Annyira belelát a gondolatainkba. A sátán az egy teremtmény, egyszerre egy helyen tud lenni. Persze van egy hatalmas serege, akikről majd később beszélni fogok, de nem lát a fejekbe. Mi az, amit nagyon jól tud viszont mégis? Mivel évezredek óta figyeli az ember működését, ezért a szempillád rezdüléséből is tudja, hogy körülbelül mi lehet a fejedben és a szívedben. De nem lát bele. De mivel folyamatosan nézi és figyeli az embert, ezért eljutott olyan felismerésekre, hogy minden pszichológust megszégyenítene. A legjobb lelki gondozó sem tudja vele felvenni a versenyt, mert annyira érzékenyen érti és tudja, hogy az ember mimikája, gesztusai, bármi, ami bennünket emberré tesz, az mi miért történik. Elképesztően jól ismer bennünket, és hogyha ezt összerakjuk azzal, hogy ismeri a szellemvilágnak a működését is a legmessze menőbbekig, és ismeri a fizikai világ törvényszerűségeit is, hát ez egy elég nagy hatalmat ad a kezébe. Szóval azt mondja a sátán, hogy az emberi szívnek rossz a motivációja. És ez az egyik fő kísértése veled és velem kapcsolatban is. Azt mondja, hogy az ember gonosz. Az ember nem szereti csak úgy Istent. Azért féli jobb az Istent, mert megáldod őt. És nézzétek, hogy mit mond erre Isten a következő beszélgetésükben a sátánnak. Azt mondja, még most is kitartóan fedhetetlen, bár felingereltél ellene, hogy ok nélkül tönkre tegyem. Ugye két ok állít egymással szembe. Azt mondja a sátán, hogy okkal fél téged jobb. És Isten pedig azt mondja, hogy nézd meg, ok nélkül tönkre tettem, csak azért, hogy bizonyítsam, hogy a szíved tiszta. Hogy bizonyítsam előtted, hogy az ember képes ellenszolgáltatás nélkül csak önmagamért szeretni engem, az Istent.
És Isten beengedi Jobbnak az életébe a sátánt. A sátánnak pontosan annyi lehetősége van a mi életünk felett gonoszkodni, amennyit Isten jóvá hagy neki. Ez a következő dolog, amit fontos tudnunk, és ezt már múltkor is mondtam, hogy nem történhet olyan az életedben, amiről Isten ne tudna, vagy ne engedné meg. És ezért szükségtelen olyan hadakozásokba belemenni a sátánnal, amikhez nincsen jogosultságod, mert először Istenhez kell menned. Ahogyan Jób is azt mondja, hogy az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Jövő héten fogunk az egyik legizgalmasabb kérdésről beszélgetni. Azt a címet adtam annak az igehirdetésnek, hogy a fájdalmaink láthatatlan oldala. Mert meg fogjuk nézni, hogy amúgy mire képes a láthatatlan világban a sátán, és mire képes, hogyha Isten megengedi, hogy az életünkre rátegye a kezét. De nem mindenható, nem gondolatolvasó, hanem annyit tud megtenni, amennyit Isten jóvá hagy. Mindig az emberi szív legbelsőbb motivációit vizsgálja. Nézzétek, hogy amikor Péter az Új Szövetségben tesz egy extravagáns kijelentést, és azt mondja Jézusnak, hogy én a halálba is veled megyek. Én követni foglak téged akkor is, amikor már mindenki más elhagy. Akkor Jézus azt mondja neki, hogy vigyázz, Péter. Mert te magad sem tudod, hogy mi lakik a szíved mélyén. Azt gondolod, hogy tudod, és azt gondolod, hogy ismered magadat, és nagyon szép a vágyad. De a sátán ki fog kérni, hogy megvizsgálja a legbelsőbb motivációdat. Simon, Simon, mondja az Úr. Íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Látjátok, itt is ugyanúgy azt mondja Jézus, hogy a sátán kikér, hogy egy bizonyítási eljárás alá vonjon. Kikér téged, Péter, a többiekkel együtt, mert olyanról beszélsz, amiről te magad sem tudod, hogy valójában mi van a szíved mélyén. Amikor Jobot kiszolgáltatta Isten a sátánnak, akkor Jób megmaradt fedhetetlennek ebben a bizonyítási eljárásban. Amikor Pétert kikéri a sátán, akkor Péter nem áll meg ebben az eljárásban. Mert az Úr látta, hogy mi van a szívében, és azt mondja neki, hogy Péter, el fogsz árulni engem. Szép a vágy, örülök annak, hogy ennyire szeretsz, de a valóság az az, hogy el fogsz engem árulni. És a sátán erre akar rávilágítani, ránk akarja nyomni a bélyeget, hogy nem ok nélkül szeretjük Istent, és hogy a szívünk belső motivációi rosszak. És Péter ebbe szépen bele is bukik. De Istennél a történet soha nem itt ér véget, hanem mindig a kegyelemmel. És Péter kegyelmet nyer, és egy olyan rehabilitáció megy át az Úrral együtt, hogy aztán sokkal erősebb és stabilabb lesz, mint amennyire valaha gondolta magát. A nagy tóparti beszélgetés után, amikor Jézus helyreállítja Péternek az identitását, akkor sokkal stabilabb lesz, mint ahogy ő azt magáról gondolta volna. A Római Levél 8. fejezetében ezt olvassuk, egy nagyon híres, sokszor idézett igevers és méltán. Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Nincsen semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Szokott időnként a fejedben zuhogni olyan gondolatfolyam,
gondolatzuhatag, ami kárhoztatás, ami arról szól, hogy nem vagy elég jó, ami arról szól, hogy nem csinálod jól a dolgokat, ami arról szól, hogy kevés vagy, ami arról szól, hogy már megint ugyanazt csinálod. Hát tudnod kell, hogy a hitünk egyik legfontosabb igazsága az az, hogy hiába lenne a sátánnak igaza velünk szemben, hiába gyűjti össze az egész hatalmát, a világról és az emberről szerzett minden tudását és ismeretét, és még hiába képviselné a mennyet jogosan velünk szemben, és hiába mondaná azt, hogy nézd meg Isten, hát ilyen a te teremtményed, hát nem lehet benne bízni semmire való, és rányomhatná az életünkre a bélyeget, hogy bűnös, és ki kell zárni örökre Isten jelenlétéből. De Isten azt mondta, hogy jobban szeretlek titeket annál, mint hogy ez így maradjon. Ezért küldöm el a fiamat, hogy meghaljon helyettetek. Hogy minden vádlás alól felszabaduljatok. Hogy úgy lássátok magatokat, mint ahogyan én látlak benneteket. Hogy az legyen az identitásotok, mint amit én eredetileg elképzeltem nektek. És aki, mint ahogy Pál írja, Krisztus Jézusban van, akit Isten elrejtett az ő fiába. Aki azt mondja, hogy az én életem el van rejtve Krisztusban, hogy nem érhet hozzám semmi, hogyha ezt tényleg komolyan gondolod, mert ez a hited, mert azt mondod, hogy Jézus, te vagy az én Istenem, és benned akarom elrejteni az életemet, akkor egészen nyugodtan visszautasíthatsz minden vádlást. Egészen nyugodtan. Ez nem azt jelenti, az, hogy visszautasítod, az nem azt jelenti, hogy ne adnál neki igazat. A vádlásoknak egy csomószor teljesen jogos az alapja. Az nem igaz, hogy a sátán ismeri a mi szívünk motivációját. És az nem igaz, hogy állandóan elítélhet bennünket emiatt. És miért nem? Na most jön a tűzijáték. Ezt olvastuk a Jelenések 12-ben. Ezután háború támadt a mennyben. Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt, de nem tudott felülkerekedni, és nem maradt többé számukra hely a mennyben. És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget. Levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben. Most jött el az üdvösség, Istenünk ereje és királyi uralma, és az ő Krisztusának hatalma, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. És most figyelj, legyőzték őt a bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket, mint halálig. Gyönyörű. Ez az üdvösség himnusza. Amikor ezt majd a valóságban halljuk, hát ott szem nem marad majd szárazon. Amikor ezt meg fogjuk hallani attól, aki tényleg kihirdeti ezt. Hatalmas hangon kihirdetik a mennyben, hogy most jött el az üdvösség. Na ezt szeretném egy picit értelmezni, hogy mikor van ez a most, és hogy miért akkora hír ez a mennyben, hogy most jött el az üdvösségnek a pillanata. Ugye azt mondtam legutóbb, hogy a sátán, mint mennyei főügyész, olyan ügyesen lavírozott, hogy Istenen kívül, aki
a szívek és vesék vizsgálója, és a sátán minden porcikáját ugyanúgy ismeri, mint a tiédet meg az enyémet. Pont Isten pontosan tudta, hogy a sátán szívében mikor fogalmazódott meg a lázadás, és tudta azt is, hogy ennek a vége az lesz, hogy őt ki kell zárni a mennyből. De ezt anélkül, hogy bizonyítéka lett volna rá, nem tehette meg. Bár ő Isten, és mindent megtehet, de mégis igazságban és jogban irányítja az egész világegyetemet. És ezt az egészet körbeveszi a szeretet. Ez Isten elképzelése a világról, amennyire értjük. Hogy stabil alapokon áll az egész világ, mert igazság uralkodik benne, és jog. És az egészet körbeveszi a szeretet, hogy soha ne lehessen egyiket a másik ellen kijátszani. Ezért aztán nem tehette meg Isten azt, hogy amikor a sátán szívében megfogalmazódott a lázadás, hogy én leszek az Isten. Nem tehette meg Isten azt, hogy abban a pillanatban kizárja a sátánt a mennyből. Miért nem? Hát azért, mert a mennyei lények, ugyanúgy, mint te meg én, nem gondolatolvasók. A mennyei lények csak annyit tapasztaltak volna, hogy Isten valami miatt, amit mi nem értünk, az egyik társunkat kizárja a mennyből. A sátán éppen ezt a kártyát játssza ki újra és újra Isten ellen. A sátán vágya Istennel szemben az, hogy te diktátor vagy. Hogy te leuralsz bennünket. Figyeld meg, mi az első gondolat, amivel megkínálja a sátán a teremtettség frissességében megjelenő emberpárt. Hát ez a gondolat. Hogy Isten megfoszt titeket valamitől. Hogy Isten leural. Hogy Isten nem hagyja, hogy azzá válj, akivé válhatnál. Miért ez az első számú kísértés? Azért, mert a sátán szíve mélyén ez van. És ezt tudja adni. És ezt akarja adni. És az egész világra rányomja azt a képet, ahogyan ő látja Istent. Ezért aztán Istennek meg kellett várnia, amíg a mennyei főügyész, az arányosság és az igazságosság pecsétje a legfőbb jónak teremtett teremtményről végül kiderül, hogy a velejéig romlott a szíve. És ezért fogalmaztam úgy múltkor, hogy Istennek hagynia kell, hogy ez a bizonyítási eljárás, amit a mennyben ő vezet a sátán ellen, végül leleplező erejűnek bizonyuljon. Mert hogyha bármilyen ilyen leleplező eredmény nélkül zárta volna ki a sátánt, akkor éppen azt a vádat süthették volna rá Istenre a mennyei lények, amivel a sátán vádolja őt. Hogy tényleg gonosz az Isten, hogy tényleg leural bennünket. Így viszont, amikor szépen lassan, persze ez a mi időfogalmunk szerint igaz, mi élünk időben itt a Földön, a mennyben időtlenség uralkodik, és ennél a pontnál itt meg is kell állnunk, mert erről nem tudunk többet mondani, mert mi időben élünk. De a mi emberi történelmünk szerint a sátán folytathatta a tevékenységét folyamatosan, és ennek keretében fellázította az angyalok egy harmadát. Amikor azt olvassuk Ezékiel könyvében, hogy bősz kereskedésed közben megteltél erőszakkal, az erre a tevékenységre vonatkozik. A sátán a mennyben elkezdte bújtogatni a saját társait. És ezt annyira kifinomultan tudta tenni, hogy megőrizte a tökéletességnek a látszatát. Megőrizte annak a látszatát, hogy minden rendben van, hogy továbbra is én őrzöm az univerzumnak az igazságát. És hát így jelenik meg Jób könyvében is,
mint aki kikérheti Jobbot, hogy megvizsgálja. Így jelenhetett meg az Édenben a teremtett emberpárnál, és mondhatott nekik egy olyan kérdést, amiről, hogyha akarod, akkor nem más, mint egy ügyésznek a kérdése, aki vizsgálja az emberi szív motivációját. Majd mindjárt ezt is látni fogjuk. De a végén, amikor az egész teremtett világnak a mennyei része látja, hogy az ártatlan Isten fiát, a menny főügyésze elítéli, és hagyja, hogy kivégezzék, na akkor lepleződött le a sátán minden motivációja. Ezzel kezdtük, hogy ezután háború támadt a mennyben. Ez fontos látni, hogy miután. Majd nézzétek meg a Jelenések 12-ben. Jézus földre jövetelének a gondolat körét összegzi a Jelenések könyve. A Jelenések könyvének az egyik fő tulajdonsága, hogy az idősíkok összecsúsznak benne. Egy picit olyan érzésed van, hogy olyan dolgok, amik a mi történelmünkben egymás után következnek, hogy mintha ezek egyszerre történnének. Hát azért, mert a menny időtlenségéből az emberi történelem az egyszerre látható. Minden egyszerre. És azt olvassuk, hogy ekkor nagy jel tűnt fel az égen, ez a Jelenések 12.1. Ekkor nagy jel tűnt fel az égen. Egy asszony a napba öltözve, és a lába alatt a hold, a fején pedig 12 csillagból álló korona. Várandós volt, és vajúdva, szüléstől gyötrődve kiáltozott. Feltűnt egy másik jel is az égen. Íme egy hatalmas tűzvörös sárkány, amelynek 7 feje és 10 szarva volt, és a 7 fején 7 korona. Farka magával sodorta az ég csillagainak harmadát, és ledobta a földre. És a sárkány odaállt a szülni készülő asszony elé, hogy amikor megszülte, felfalja a gyermekét. Az asszony fiú gyermeket szült, aki vasvesszővel legeltett minden népet. A gyermek elragadtatott Istenhez és az ő trónjához, az asszony pedig elmenekült a pusztába, ahol Istentől előkészített helye volt, hogy ott táplálják 1260 napig. Most ennek a teljes értelmezésére nincsen itt időnk. Az viszont fontos a sátán személyével és a mennyből való kizáratásával kapcsolatban, hogy akkor jön el a kizárásnak az időpontja, amikor Izrael, a napba öltözött asszony, Izrael méhéből megszületik a megígért megváltó. És ez hozza el a szembeállásnak a pillanatát. Amikor az asszony szülni készül, akkor a kígyó, a sárkány megjelenik vele szemben, és fel akarja falni. És hatalmas vizet áraszt a szájából, hogy megölje ezt a gyermeket. Na, amikor ez megtörténik, hogy meg akarja ölni az Isten fiát a sárkány, akkor támad háború a mennyben. Akkor jön el az az idő, amikor lelepleződik a sátán, és Isten azt mondja, hogy most indul a háború. És a sárkány farka az ég csillagainak az egyharmadát magával sodorta le a földre. Mindjárt látni fogjuk, hogy az ég csillagai azok az angyalokat jelentik. És miután megtörténik a mennyből való kizárás, nem maradt többé számukra hely a mennyben, mert ezt a menny nem tűri meg. Ezzel Isten nem azonosul. Ott lepleződött le a sátán végleg, és olyan gyönyörű, hogy a Bibliában persze látjuk, hogy a sátán egy idő után nem csak főügyész, hanem már vádló, és aztán már egyre inkább úgy olyan színekben ír róla a Biblia, mint aki rágalmazó, ami egy olyan vádat képvisel, ami már nem igaz. A rágalmazó olyat állít, ami már nem igaz. És egyre inkább úgy tűnik fel a sátán a Bibliából, mint aki tényleg gonosz, és az ember életére tör.
Jézus leplezi őt le. Mert Jézus elkezd nyíltan beszélni arról, hogy ő embergyilkos volt kezdettől fogva. És az embereknek akkor kezd el összeállni, hogy kicsoda ez a lény, akivel dolgunk van. Nem Jézus munkássága nyomán értik meg azt, hogy a sátán gonosz, nem ezt mondom. De mi azért tudhatunk ilyen összefüggésében a sátánról, mert Jézus értelmezi számunkra. És mert a jelenések könyve egy mondatban összegzi, hogy kivel van dolgunk. Levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, ezzel már is összekapcsolja az Ószövetség első lapját az Új Szövetség utolsó lapjaival, hogy ez a hatalmas sárkány, ő az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak. Ez a tökéletes summája annak, hogy kicsoda ez a lény. Hogy annak idején úgy hívták, hogy sátán, vagyis ellenség, vádló, aztán a görögben elkezdték úgy nevezni, hogy diabolosz, a szétdobáló, de ezt már mondtam múltkor is, hogy a görög fül nem úgy hallotta ezt a szót, hogy szétdobáló, hanem úgy hallotta, hogy rágalmazó. És János apostol azt mondja, hogy ez a lény, ez ugyanaz. És a szándéka kezdettől fogva mindig ugyanaz volt. Istenné válni. És megölni az embert. Úgyhogy amikor ez megtörténik, akkor Isten kiűzi az angyalok egyharmadát a mennyből a sátánnal együtt. És ekkor jön el az üdvösség. Ez a tökéletes világ meghirdetésének az első pillanata. Innentől kezdve nem történik más, mint visszaszámlálás egészen addig, amíg hazaérkezünk a mennybe. Levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Na hát, ezt ismerjük. Ez az, amikor lefekvéskor egy fárasztó nap végén, vagy reggel egy nehéznek tűnő nap elején olyan gondolataid vannak, hogy hát ez nem fog sikerülni, ehhez nekem nincs erőm, ehhez én nem vagyok elég felkészült, nem vagyok jó lelkipásztor. Nem prédikálok úgy, mint az igazán nagyok. Nem szeretem eléggé a feleségemet, mert ha igazán szeretném, akkor nem viselkednék vele így. Nem vagyok jó apa. Barát próbálkoznék lenni, de hát nem megy annyira, mint szeretném. Nem is tudják az emberek, hogy mi van a fejemben, mert ha tudnák, akkor valószínűleg nem akarnának velem barátkozni. Hogy itt vannak ezek a dolgok az életemben. 20 éve Krisztus követő vagy? Aztán az még miért van ott mindig az életedben? Hát nem az van, hogy Krisztusban mindenre van erőd? Ismerősek ezek a gondolatok? Ami folyamatosan nyom le. Nem leszel jobb, hát hogyan változnál? Hát szeretnélek emlékeztetni arra, ami 1, 2, 5, 15, 35 évvel ezelőtt történt az életedben. Azzal mi a helyzet? Megváltoztál már? Tényleg? Fedhetetlen vagy? Ha Isten rád néz, akkor tényleg nem láthat jobb embert a világon. Na ez a vádlás. És a sátán még akkor is, hogyha már, mert most már nincs bejárása a mennybe. Ez fontos tudni. Most már a sátánnak nincs bejárása a mennybe, de nem szűnt meg úgy gondolkodni, mint egy ügyész, mint egy vádló, és folyamatosan írogatja a mennybe ezeket a vádiratokat. Igaza van, hogy nem én vagyok minden apák gyöngye? Igen.
gyerekeim biztos tudnának mesélni. El lehetne nálam jobb férjet képzelni? Nehezen, de... Kérdezzétek meg Anitát. Igaz az, hogy van az életemben olyan bűn, ami újra és újra visszatér? Igen. Igaza van a vádiratnak? Igaza van. De Krisztus azért halt meg, hogy ezekre a vádakra veletek együtt azt tudjam mondani, hogy de ezek rám már nem igazak. És ezt kell nagyon elrejteni a szíved mélyén. Tudjátok, hogy mi bosszantja a legjobban a sátánt? Elkeseredésig bosszantja. Amikor látja benned Krisztust. Amikor látja, hogy annyira szeret téged az Isten, hogy a saját lelkét adta beléd. Ő soha nem volt ilyen közel Istenhez. És ezt jó jegyezzétek meg. Ott volt a mennyben Isten közvetlen közelében, de olyan, hogy az Isten lelke benne éljen, azt ő nem tudja milyen. És ezért bosszantja az, amikor Krisztust látja benned. Mit tudsz tehát tenni a kárhoztatással, a vádlással szemben? Azt tudod mondani, hogy de Krisztus él bennem. Igen, igen, igaz. Én önmagamban nem vagyok olyan jó. Nem vagyok olyan jó, mint lenni szeretnék. Nem vagyok olyan jó, mint ahogy elvárják tőlem. Még olyan jó sem tudok lenni, mint amit Isten jogosan elvárna. De Isten ezt nem úgy oldotta meg, hogy Tomikám, majd egyszer végre már jó leszel, hajrá, hajrá, hajrá. Hanem Isten ezt úgy oldotta meg, hogy Krisztust feláldozta helyettünk. Ezért nincs igaza a vádlónak. Ezért van nekünk szabadságunk Krisztusban. A sátán nem akarja bennünk Jézust látni, mert bosszantja. Nekünk viszont nincsen más esélyünk, mint mindig ő ránézni. Ez az igazi szabadság. Ez az a szabadság Krisztusban, amit semmilyen vád nem tud felülírni. És ezért kiabál hatalmas hangon az angyal, aki kihirdeti ezt, hogy most jött el az üdvösség. Most jött el, mert végre kizárjuk a mennyből a mi testvéreink vádlóját. Na hát, érzed, emeli a szívedet ez? Hogy a legnagyobb angyali teremtmények minket a testvéreiknek neveznek. És azt mondja, hogy ez a sátán kezdettől fogva, ő az ősi kígyó, ő az, aki szétdobálja az emberi kapcsolatokat, ő a vádló, ő a főügyész, aki korrumpálódott, végre nincsen itt. És bár megtévesztette az egész földet, hát erről beszéltem múltkor, hogy a mennyben most már nyilvánvaló, hogy a sátán kicsoda. Az ember számára kell még nyilvánvalóvá tenni. És az előttünk álló időszak erről szól, hogy mi meghirdetjük az üdvösséget az emberek számára. És meghirdetjük, hogy biztos, hogy Isten fog győzni. Nem is jól fogalmazok. Kihirdetjük az igazságot, hogy Isten győzött. Isten győzött. A sátán számára nincs hely a mennyben, minket meg oda vár. Lehetséges, hogy még jövő héten szintén beszélgetünk egy kicsit a sátánról,
hogy amikor beszél, akkor azt hogyan kell kezelni. És erre szintén Jézus lesz egy a legjobb példa, hogy hogyan kell kezelni azt, amikor a sátán mond valamit, de itt most nem szaladok előre, hanem imádkozni fogunk, és hálát adunk azért, hogy eljött az üdvösség. És mi erre várunk, és ezt hirdetjük, hogy megyünk haza, és Isten pedig helyre állítja a bukott világot. Amen. Gyertek, álljunk fel, és imádkozzunk. Hálásak vagyunk, Atyánk, hogy ismét megajándékoztál a Te szavaddal. Köszönjük, Urunk, hogy Te vagy a szívek és vesék vizsgálója, és nem más. És köszönjük, Urunk, hogy amikor Te megvizsgálsz, azt nem azért teszed, hogy elmarasztalj, hanem azért, hogy helyreállíts és felemelj. Köszönjük, Atyánk, hogy olyan fantasztikusan alázatos vagy, hogy azt nehéz felfogni. Köszönjük, hogy vállaltad azt, hogy hagyod, hogy a sátán működjön a maga hazugságában, azért, hogy megláthassuk, hogy Te nem leuralsz, hanem felemelsz. Hogy Te nem visszatartasz valamit tőlünk, hanem mindent nekünk akarsz ajándékozni. És Urunk, igaz az az ige, és megvalljuk ezen a mai délelőttön, hogy Krisztussal együtt mindent nekünk ajándékoztál. És semmi sem szakíthat ki bennünket a Te kezedből, mennyei Atyánk. Atyánk, így benned elrejtve szeretnénk minden vádlást visszautasítani. És köszönök neked minden egyes lelket ebben a teremben, hogy Krisztusban mindenki szabad, hogy Krisztusban nincsen többé semmiféle kárhoztató ítélet ellenünk, hogy szabadon szerethetünk téged, mert te odaadtál értünk mindent. Legyen áldott ezért a te neved. Amen. Gyertek, dicsőítők, és vezessetek bennünket, hogy így adhassunk hálát Isten szeretetéért.